A koronavírus járvány ellenére is megkezdődtek a tartományi választások Bajorországban, amint egy 10 millió ember összesen 40 ezer polgármester és képviselőjelöltre adhatja le voksát. A hatóságok minden létező eszközzel megpróbálják fertőtleníteni a 4000 szavazóhelységet, hiszen ebből a tartományból jelentették a második legtöbb megbetegedést Németországban. Nagyon egyszerű. Kesztyűt húztam, elmentem szavazni és tartottam a távolságot. Mi más tehetnék? Tette fel a kérdést egy idős bajor voksoló. Saját tollat hoztam és a kutyám is velem tartott, hogy megvédjen. Jöjjön, aminek jönnie kell, viccelődött egy másik. Bajorországban csak szombaton 123 új esetet jelentettek, így már mintegy 700-an fertőzöttek meg a koronavírussal. Az előrejelzések szerint a posztok többségét idén is a Bajor Keresztény Szociális Unió szerezheti meg, München viszont a szociáldemokraták kezén maradhat.